Ők ketten, Tödő Zsófia és Hell Balázs vehették át a kormányzati ösztöndíjat idén, mindketten a Gyönki Tolnai Lajos Gimnázium tanulói. Az iskola hídesen erős a német nyelvi képzésben, ennek megfelelően majd minden esztendőben részesei lehetnek a programnak. Soltész Miklós államtitkár arról beszélt, az elmúlt 10 év alatt 6-szorosára nőtt a nemzetiségek támogatása Magyarországon, és ez megjelenik az oktatási intézmények fenntartásában, a kulturális intézmények megújításában és az oktatási ösztöndíjprogramokban egyaránt. 17 iskolából kapnak 34 gyermek fiatal támogatást, amelyet egyébként 2 éven keresztül kapnak, részben jó tanulmányi eredményükért, részben pedig a nemzetiségi közösségükért végzett tevékenységért, és ez most már körülbelül a 200. gyermeknél tartunk idén, akik megkapják, van ösztönző hatása. Süli János, a paksi bővítésért felelős tárca nélküli miniszter, a térség országgyűlési képviselője arról szólt, a németséggel szemben felelőssége van a kormánynak. Kijelentette, a fiatalok helyben maradását támogatni kell, és ehhez fejleszteni kell az oktatást is. Jó látni, hogy mindenféleképpen orvosolni szeretnénk, ez is támogatja a kormány a nemzetiségi oktatást, képzést, akár bölcsödétől óvodáig, hogy ez a lehetőség meglegyen, és akkor ez kinyitja azt a kaput, hogy újra lehet ezeket a szép településeket tartalommal megtölteni fiatalokkal. A díjazottak azt mondták, az ösztöndíj megerősítette bennük az elhatározást abban, hogy a német nyelvvel és kultúrával kívánnak foglalkozni a későbbiekben is.